Sziasztok! Remélem nem probléma, hogy most ilyen kényelmes ruházatban helyezkedem itt el előttetek. Képzeljétek, lett itt egy új polc, amiből szerintem most nem sok mindent látok, de majd, hogyha itt fent teljesen rendet rakok, akkor remélhetőleg tök jó szolgálatot fog tenni, akár videózási háttérként is. És hazudhatnék, de nem teszem, rétegetek egy kis mesolni valón benne. A mai napon egy érdekes témáról fogunk beszélgetni, mert ennek a videónak vagyis hogy ezt a videót már körülbelül 5 hónapja ígérem nektek, viszont mivel a címből láthatjátok, hogy a menstruációval kapcsolatos eszközökről lesz szó, ezért gondolom megértitek, hogyha azt mondom, hogy havi egyszer volt alkalmam tesztelni ezeket a dolgokat, és nem akartam elhamarkodottan megítélni őket, úgyhogy ennyi idő kellett hozzá, hogy felkészüljek erre a videóra. Előre szólok, hogyha valaki nem szereti ezt a témát, nem szeret az emberi anatómiáról, a női testről, a menstruációról és egyéb természetes testi funkciókról beszélni, vagy hallani dolgokat, akkor ne nézze meg ezt a videót. Lehet, hogy a kelleténél kicsit őszintébb is leszek, mert úgy gondolom, hogy néhány dolog magyarázatra szolgál, vagy mi szorul, de szerintem ez most így kell, hogy legyen. Nem tudom beszélni. Szerintem egyből legyünk túl a legérdekesebb részén, amit nagyon-nagyon sokan kértetek már, hogy véleményezzek. Vettem magamnak egy Livia készüléket júliusban, azt hiszem. Ez a készülék, hogyha valamelyikőtök nem hallott volna még róla, menstruációs fájdalmat csillapít, illetve szüntet meg, és mármint, hogy nem örökre, hanem amikor használod, akkor megszünteti a menstruációs fájdalmat, és ez elektromos impulzusokkal működik, éppen ezért van rajta két ilyen tapasz, amit a petefészkekhez kell felragasztani, és be kell utána kapcsolni a gépet, és lehet állítani az erősségi fokozatot is, hogy mondják ezt, az elektromos impulzusok erősségét, illetve van a hátulján egy csíptető, amivel be lehet így a nadrághoz, vagy a bugyihoz, vagy harisnyához, ami éppen rajtad van és kényelmesnek tűnik, ahhoz csíptetni, és egyébként ez a lila, ez egy úgynevezett skin rajta, szóval ezt így le lehet róla szedni, és lehet kosztümizálni, tehát egyedivé tenni, különböző színekben meg lehet rendelni, meg ilyesmi, úgyhogy elég izgalmas. És elég drága ez a kütyű. Őszinte leszek, én megpróbáltam velük felvenni a kapcsolatot, mert láttam, hogy küldtek már ki bloggereknek, youtubereknek, és sajnos nem reagáltak. Úgyhogy nekem is minden forintom benne van, amit láttok az oldalon. Nem mintha ez egyébként számítana a véleményemet illetően. Ugyanis, mindig azt mondom, hogy ugyanis, minden videómra kéne egy ugyanis számláló. Szóval, amikor először használtam, ami szerintem júliusban volt, de nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem akkor volt, akkor nagyon-nagyon tetszett. Szóval pont az előző hónap, a június, az olyan volt, hogy megjött, és egyébként is jellemző rám a nagyon erős fájdalom, de 3 napig itthon voltam, magzatpuszban feküdtem, megpróbáltam elmenni Japánra, és így meg kellett mondanom a tanáromnak, hogy figyelj, annyira rosszul vagyok, hogy én most inkább hazamennék, mert bevettem a napi maximális mennyiséget fájdalomcsillapítóból és görcsoldóból, és kótyom fitnyit sem használt, úgyhogy nagyon-nagyon kivoltam. Szóval gondoltam, rászánom magam, rászánom a pénzt, úgymond, inkább az egészségemre, vagy a testemre, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Szóval, hogy meglepem magam egy ilyennel, Soma teljes mértékben támogatta az ötletet, és júliusban tényleg működött, teljesen elmulasztotta a fájdalmat, és tulajdonképpen a menstruációnak csak az egyéb tüneteit érzékeltem. Tehát azért
azért fáradt voltam, azért olyan furcsa volt a testem, szokásos mennyiségű elég sok vér ürült, szóval, hogy így azért éreztem, hogy megjött és szar, de nem fájt a hasam, ami egy óriási előrelépés volt. Viszont a további hónapokban, augusztusban azt hiszem, hogy nem használtam, vagy csak az elején, mert augusztusban valahogy ilyen könnyebb hónapom volt ebből a szempontból, és utána pedig az őszi hónapokban csillapította valamelyest a fájdalmat, de nem mulasztotta el teljesen. Úgyhogy nem egészen értem, hogy ez mitől függ. Próbálom még mindig kitapasztalni, mert tényleg elsőre annyira jó tapasztalatom volt vele, és nagyon-nagyon rég volt már olyan hónap, sőt, talán soha nem volt olyan hónap, hogy egyáltalán ne fájt volna a hasam. Tehát biztos voltam benne, hogy a gépnek köze van ahhoz, hogy abban a hónapban nem fáj a hasam, de nyilván vannak azért az embernek könnyebb, meg nehezebb hónapjai, úgyhogy összességében azt mondanám, hogyha valaki ugyanilyen fájdalommal szenved, akkor ruházzon be rá. De még én is tesztelni fogom. Összességében azt mondom, hogyha valakinek tényleg nagyon erős fájdalmai vannak, akkor sokkal inkább megéri beruházni egy ilyenre, mint fájdalomcsillapítóval tömni magát, vagy különböző fájdalomcsillapítókat tesztelni, szerintem még árban is hosszú távon jobban jön ki az ember. Szóval én mindenképpen ajánlom ezt kipróbálásra, de ami fenntartásom van még ezzel kapcsolatban, nyilván továbbra is szeretném tesztelni, kipróbálni azt, hogy mikor kapcsoljam be, mikor rakjam fel, mennyire erősen használjam, stb. Vannak még fenntartásaim ezzel kapcsolatban. Egyrészt az, hogy amerikai gyártmányú, de nem annyira nagyon jó minőségű, szóval tudjátok, vannak azok a dolgok, amikhez így hozzányúlsz, és úgy érzed, hogy össze vannak rakva a minőségi alapanyagból, egy jó dizájn van kialakítva, és ez valahogy nem az, ez nem az a dolog. Ez a kábel is ilyen olcsó anyagú, valahogy az egész nem olyan minőségi, nem tudok másképpen fogalmazni. Illetve ami még nagyon fontos, hogy ezek a zselé tappancsok, amik ezeken a virágos cuccokon vannak, ezek elhasználódnak. Az enyémek ugye rajta vannak, 5, lassan 6 hónapja, és most már azért érik egy csere. Szóval jó, hogyha tudjátok, hogy ez nem tart így örökké ebben az állapotában, hanem rendelni kell hozzá ilyen zselét. Egyébként lehet, hogy ezt meg lehet oldani olcsóbban, mint a saját oldalukon, hogyha méretre tudsz vágni ilyen zselékorongot, amit nem tudom, hogy lehet-e kapni mondjuk ilyen gyógysegéd eszköz, hogy hívják ezeket olyan boltokban, majd ennek utána kell néznem. Mielőtt még rátérnénk a konkrét ilyen betét és tampon alternatívákra, meg hasonló ilyen menstruációs kiegészítőkre, azelőtt beszélni akartam nektek még egy dologról. A mai videót a Lactacid támogatja, ami tök vicces, hogy így pont ilyenkor jött, mert egyébként szerintem nehezen lenne beilleszthető egy általános vagy átlagos videómba egy ilyen termék, viszont nagyon-nagyon kíváncsi voltam azokra, amit felajánlottak nekem elküldésre. A legfontosabb, vagy nem legfontosabb, de legújabb termékük, aminek a kampányában most én is részt veszek, az a gyengédkrém intim borotválkozáshoz, és hol a doboza? Ez a doboza. Ilyen dobozban árulják egyébként, és így néz ki, ami benne van. Ez egy ilyen testápolós, adagolóhoz hasonló műanyag flakon. És azért találtam nagyon jónak, mert szóval minden alkalommal elmondom nektek, amikor szóba jön a menstruáció témája, és gondolom már az előbbiekből is leesett nektek úgymond, hogy nekem azért nagyon meggyűlik a bajom a menstruációmmal, így mindenféle szempontból. Szerintem az egyetlen dolog, ami nem szokott ilyen tünet lenni, az a hányás. Szóval van barátnőm, akinek annyira szokott, vagy úgy szokott így a teste működni, hogy ilyenkor hányingere is van. Na ez az egy nálam szerencsére eddig kimaradt. Bár hányingerem az így a fájdalomtól néha van, soha nem hánytam, de az orvérzéstől kezdve a kipirosodott bőri konkrétan minden ilyen irgalmatlanul szerencsétlen tünetet produkálni szoktam. Általában szerencsétlen egyszerre, de az egyik legkellemetlenebb tünet az számomra az, hogy a combhajlatom, tehát így az ágyék
comb résznél, az a hajlat, értitek, az ki szokott pirosodni. És ennek valójában, ahogy én tapasztalom, semmi köze ahhoz, hogy milyen bugyit hordok, milyen betétet veszek, vagy használok, hogy borot vágoztam meg közvetlenül azelőtt, hogy megjött. Egyszerűen ez valami hormonális dolog lehet. Amikor érzem, hogy meg fog jönni, akkor bedurran ott a bőr. És konkrétan legszívesebben egész nap félpucéran járkálnék, mert annyira fáj, és alig tudok menni, nem tudok farmert felvenni. És amit észrevettem, hogy nekem ezen segít, az az, hogyha megborotválkozom. Tehát tényleg eltüntetem onnan a szőrt. Nekem eleve kényelmesebb így, nehogy valaki ezt ilyen antifeminista dolognak gondolja, én szeretek borotválkozni, és így tartom kényelmesebbnek, de soha nem volt például kínos számomra szőrös lábbal megjelenni bárhol, mert nem érdekel. Szóval, hogy így, hogy mondjam, úgy szeretek borotválkozni, ahogy nekem az adott pillanatban éppen jól esik, ha attól érzem magamat magabiztosabbnak, hogy delfin sima bőröm van, akkor úgy vagyok, hogyha meg nincs kedvem borotválkozni, akkor nem szoktam, de amikor megjön, sokkal kényelmesebbnek érzem így magamat, vagy hogy mondjam, sokkal komfortosabban érzem így magamat. Nem tudom, hogy hányan vagytok így ezzel, de nekem ez így van. Szóval ez a borotválkozó krém nagyon jó erre, mert hogy nyilván kíméletesebb, mint egy átlagos, nem tudom, tusfürdő, és kifejezetten az intim területekre van, nem úgy, mint mondjuk egy sima borotválkozó hab, vagy krém, vagy nem is tudom, mik vannak még. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó cucc. Ezen kívül pedig kaptam még tesztelésre néhány dolgot, igazából egyet tudtam kipróbálni, ebből látszik, hogy már hiányzik. Ez egy frissítő intim mosakodó, ami nagyon vicces, mert egy ilyen kellemes érzést hagy maga után, ilyen kellemes bizsergést, azért nem túl kellemeset, de hogy így kellemeset. Szóval nekem ez is kifejezetten bejött, és úgy érzem, hogy alapvetően magasabb komfortérzetet ad, mint hogyha csak simán megmosakodnék. És főleg úgy, hogy ennyire bajos női dolgaim vannak, így úgy érzem, hogy nem fordítottam eddig kellő figyelmet arra, hogy például megfelelő pH értékű dologgal mosakodjak így azon a fertájon. Egyébként meggondoltam, megmutatom még nektek, hogy van még itt egy nyugtató hatású intim mosakodó, annak ilyen fehér a doboza, és egy klasszik, aminek szintén ilyen fehér. És ezen kívül a Laktacittól még néhány intim törlőkendőt kaptam, amiket szintén nem használtam még, mert egy már felbontottat használok egyelőre. Viszont nagyon szeretem. Amit figyelembe vettem akkor, amikor kiválasztottam, hogy miért használják, az az, hogy lebomló legyen, és ez 100% biológiailag lebomló. És igazából nem szoktam a mindennapokban így állandóan használni ilyet, akkor használom, amikor megjön, és egész nap nem vagyok itthon, és olyan kényelmetlenül érzem magam, vagy utazáskor jól jön, szóval ilyen alkalmakkor bontok fel egy ilyet, és használom el néhány hónap alatt. Kezdjük azzal, amiben egy kicsit csalódtam. Szóval ennyi darab mosható betétem van, ez 5, amiből 2, sőt 3 egészen vékony, és 2 vastagabb. Hát ezek már ilyen külső szemlélődőnek szerintem már szinte ilyen pelenka vastagságúak, és egyébként ezek az Emilia márkától vannak, és nem igazán váltak be. Szóval hol is kezdjem? Először is szerintem nem túl praktikus az, hogy egyetlen ilyen patent van rajta, mert nekem rendszeresen elmozdulnak, tehát ez lehet akármennyire hosszú, akármennyire vastag, valahogy az elmozdulástól mégis hajlamos átázni, ami nagyon-nagyon kellemetlen, és nem csak akkor, hogyha kint vagy, és mások esetleg láthatják, hogy átáztál, ilyen még soha nem fordult elő velem,
ami szerintem valami isteni csoda. Kellemetlen, hogy mondjuk alszol, és akkor ki kell mosni az ágyneműdet ilyenért többször egy hónapban, meg nem tudom, egyszerűen csak így rossz. Nem szeretem, hogy a fehér neműim tönkre mennek, és sokkal hamarabb elhasználódnak attól, hogy esetleg így átáznak ezek, szóval nem jöttek be. Ugyanúgy az Emiliától van egy ilyen vékonyabb betétem is, amivel szintúgy ez a problémám. Ráadásul nagyon hülye voltam, mert egy ilyen világosabbat választottam, és hát akármennyire is próbáltam kimosni, biztos, hogy jó, aki vannak fertőtlenítve, meg minden, és mégis van rajtuk egy enyhe elszíneződés. És ráadásul, ami a legnagyobb problémám, az az, hogy ezek hiába ennyire vastagok, valahogy a felső anyag, ami nem szívó kellene, hogy legyen, ugye nagyjából úgy néz ki egy sima betét is, hogy van egy... hogy van egy vízhatlan rétege, aztán középen ez a net szívó rétege, és akkor a tetején egy ilyen plusz vékony víz áteresztő réteg, mert szerintem ez nem ereszti át kellőképpen a folyadékot, olyan furcsán így megül a tetején ilyen. Nem jött be egyáltalán. Az első hónapban még úgy voltam vele, hogy jó úton haladunk, tök jó irányba tartunk ezzel a mosható betét dologgal, de aztán rá kellett jönnöm, hogy sajnos mégsem. Szerintem az a hónap az pont az volt, amikor ilyen gyengébb volt mindenféle szempontból a menstruációm, tehát szerintem akkor mulasztott el teljesen a fájdalomcsillapító gép a fájdalmat, és akkor váltak még be ezek. Egyébként pedig egy korábbi videómban már mutattam ezt a kettőt, amit még Japánban vettem a Loft nevű boltban. Ezeknek tök más a márkája, ez egy Cotton Candy, ez pedig egy Happy Days betét, és ezek sem igazán jöttek be, ezeknek is nekem túl fehér az egyik oldala. Ráadásul ezek nem is tűnnek annyira vízhadlannak, hogy mondják ezt. Szóval egyelőre hadilábon állok a mosható betétekkel, holott kiskorom óta, vagy hát kiskorom, amióta megjött, nem tudom, 13-14 éves korom óta, úgy érzem, hogy rettentő mennyiségű szemetet termelek minden hónapban azzal, hogy egyáltalán nő vagyok, ráadásul erősebb menstruációval rendelkező nő vagyok. Szóval emiatt mindig volt bennem egy enyhe ilyen lelkiismeret fordulás, de ha esetleg ti tudtok alternatívákat ezek helyett, akkor légy szóljatok. Ez az egy az, aminek a színe legalább így bevált, tehát hogy ezen így nem látszik meg a folt. Ki tudtam mosni rendesen, nem tudom, meg amúgy tök fán lenne egy ilyet használni minden nap, mert hogy ilyen tök jó minták vannak. És ami még óriási problémám vele, az, hogy csak úgy használtam őket, hogy egész nap itthon voltam, és fogalmam sincs, hogy mihez kezdtem volna, hogyha ezt nyilvános helyen kell kicserélnem, miben tárolom, hogyan dörzsölöm ki, ha nem dörzsölöm ki, akkor hazáig, hogy nem szárad, meg így issza bele magát mindenféle folyadék az anyagába, szóval ez nekem valahogy annyira nem. De még mindig nyitott vagyok a próbálkozás felé, úgyhogy ha nektek van valamilyen javaslatotok, akkor ne habozzatok megosztani. Ezzel szemben egy dolog, ami nekem iszonyatosan bevált, az a menstruációs bugyi, amiből sajnos még csak egy van, ugyanis nem tudom, hogy mennyire vagytok ezzel tisztában, de ez azért nem egy olyan nagyon olcsó mulatság. Ezt a Redditől rendeltem, ami egy magyar startup, és ez a Power bugyi, ami, ha jól emlékszem, az vastagabb, vagy erősebb nedvszívó, tehát hogy erősebb menstruációhoz van, és S-es, és nekem nagyon kényelmes. Olyan anyaga van egyébként, mint egy fürdőruhának, de a legjobb értelemben egy nagyon kényelmes fürdőruhának. A belseje pedig nem annyira vastag, mint ahogy az ember elsőre gondolná szerintem, szóval nyilván nem olyan, mint egy sima bugyi, de szerintem tök kényelmes. Nekem egyáltalán nem volt vele problémám, egyáltalán nem eresztett sehol, ami nagyon tetszett, és tényleg sokáig hordtam, mármint, hogy így egy nap sokáig rajtam volt, és nem volt vele problémám.
úgyhogy ez nekem nagyon tetszett. Egy kicsit lassan érkezett meg hozzám, mert pont amikor megrendeltem, akkor utána elfelejtettem, hogy ezt megrendeltem, és csak valami 8 nap múlva került a Fox Postos csomagátvevő helyre. Én meg az alatt, az idő alatt elutaztam, és utána valahogy, nem tudom, így elsikkadt ez a dolog, és akkor írtam nekik, és erre jelentkeztek, hogy elnézést kérnek, de hogy így még induló cég. Szóval, hogy így tökre megértem amúgy, én is elbaltáztam, meg ők is bocsánatot kértek, szóval részemről nincs harag, tökre bevált ez a dolog. Haladjunk tovább. Remélem, hogy nem felejtek el ilyenkor semmit mondani. Remélem nem. Na mindegy. Igen, hogyha valaki esetleg használ menstruációs bugyit, akkor írja már le nekem, hogy egy erősebb menstruációs nőnek mondjuk hány bugyit kellene vennie ahhoz, hogy így el legyen egy hónapban. Vagy hogy ezt ti hogy csináljátok, mert ezzel is kicsit bajban vagyok. És akkor azt hiszem az utolsó dolog, igen, az utolsó dolog, amiről beszélni akartam, az a menstruációs kehely. Oh, kehely! És nekem ez nagyon bevált. Tehát, hogy ezzel tényleg azt hiszem semmi problémám nem volt. Random drogériás márkát vettem, aminek az a neve, hogy Biointimo Aqua Tampon Cup. Van hozzá egy ilyen kis szatyor. De általában ebbe szoktam rakni, ami pont egy War on Period Pain nevű kampány neszeszer, amit egy momés, Csajci Zsófi csinált, és a megvételével támogattunk menstruációs szegénységben élő nőket, ezt amúgy megosztottam veletek sztoriban. Ha még szeretnétek ilyen izgalmas projektekről hallani, akkor kövessetek be Instagramon, mert ott szerintem mindig tök jó dolgokról beszélgetünk, vagy tök jó dolgokat próbálok nektek bemutatni. Szóval ebben tárolom így általában a menstruációs dolgaimat, mint a Lívia, meg egy kis törlőkendő, meg ez, meg mit tudom én, egy betét, vagy ilyesmi. És visszatérve a kehelyre, nekem ez fantasztikusan bevált. Tudni kell rólam, hogy én soha nem voltam egy nagy tampon használó. Soha nem szerettem, nem tudom, nekem az úgy nem tűnt se higiénikusnak, se kényelmesnek, hogy így elmegyek otthonról, és hogyha tampont kell cserélnem, akkor így a saját vaginámban turkálok a saját kezemben, amit egész nap használok, és nem feltétlenül tudok alaposan megmosni, mert sajnos Magyarországon még nincs minden nyilvános WC-ben szappan, meg hasonló dolgok. Szóval, hogy ez nekem soha nem tűnt annyira jó megoldásnak, én inkább ilyen betétpárti voltam. Meg amúgy is mondom, engem annyi diszkomfort ér, vagy diszkomfort faktor ér ilyenkor, hogy ezzel már tényleg nem volt kedvem soha szívni. Azonban a kehelyben az a nagyon jó, hogy mivel vákumot képez, ezért a benne lévő összegyűlő folyadék, menstruációs vér az nem érintkezik a levegővel, és ezáltal sokkal tovább bent lehet tartani a szervezetben, mert nem indul bomlásnak, vagy ilyesmi. Amikor elutaztunk Görögországba, az első pár nap, képzeljétek el, még pont menstruáltam, ami elég nagy szívás, mert korábban, amikor ilyen történt volna velem, addig még fogamzásgátlót szedtem, eltoltam a menstruációmat a fogamzásgátló tablettákkal néhány nappal, és akkor így örültem a fejemnek, hogy ez így milyen jó. Azt most, attól most tekintsünk el, hogy ez amúgy nem egy egészséges módszer, de a menstruációs kappal, vagy hogy hívják ezt, kehellyel a görögországi utunk sem volt igazából így vészes, mert nagyon sokáig bent tudtam hagyni. Nem kellett a repülőúton azzal foglalkoznom, hogy akkor most betétet vagy tampon cseréljek, hova dobjam ki, vigyem magammal a repülőgépen, vagy a reptéren elvzel a szörnyű, és még medencézni is tudtam vele tök kényelmesen. Úgyhogy először, amikor először használtam, néha beraktam azért egy kis vékony betétet, legalább ilyen tisztasági betétet, hogyha bármi történik, akkor ne érjen váratlanul, hogy egy-két csepp így kifolyik, vagy nem tudom, de szerintem ügyesen fel tudtam helyezni magamnak, úgyhogy büszke vagyok magamra, és jó méretet választottam. Az nagyon fontos, hogy több méret létezik ilyenekből. Nem fogok most minden részletet elmesélni nektek egy menstruációs kehelyről, mert akit érdekel, az úgyis utána tud nézni. Megpróbálok nektek linkelni ilyen hasznos oldalakat, amik nekem is jól jöttek, amikor elkezdtem használni. De azért fontos tudni,
hogy ezekből különböző méreteket lehet találni, és én mondjuk szerintem elsőre eltaláltam, hogy nekem melyik kell. Azt hiszem, hogy ez a kisebb vagy normál, kétféle volt, azt hiszem egy normál, meg egy nagy, és a nagyot azt inkább szülés után lévő nőknek javasolták. Szóval én ezzel tök jól el vagyok, valószínűleg átlagos méretűek a belső szerveim, nem tudom, hogy mondjam ezt. És le lehet venni ezt a kis pöcök véget is. Én végül nem vágtam le belőle, mert így is kényelmes volt, de egy darabig gondolkoztam rajta, hogy egy icipicivel lehetne rövidebb, de ő is nem zavart, szóval így hagytam. Úgyhogy nekem ez fantasztikusan bevált. Nagyon fontos, hogy a menstruáció elején, az első használat előtt, illetve a menstruáció után, az utolsó használat után ki kell főzni, és tök jól használható cucc. Akár olyanoknak is, akik nem szeretik a tampont, mint én. Úgyhogy nem kell tőle megijedni egyáltalán. Szóval, azt hiszem nagyjából ennyi dologról szerettem volna nektek beszélni. Nagyon remélem, hogy nem felejtettem ki ebből a videóból semmit, mert már így is egy kicsit ilyen TMI-nak érzem, too much information-nek érzem ezt a videót, de gondoltam, kell egy ilyen is. Egyébként hozzátenném az erős fájdalomhoz, meg az erős vértéshez, meg az egyéb szimptomákhoz, hogy endoszkóppal még mindig nem vizsgáltattam meg magamat, úgyhogy még mindig van egy csekély esély arra, hogy endometriózisom van, de egyelőre nem jutottam el odáig. Egyéb vizsgálatok alapján, amik amúgy nem 100%-osan, nem bizonyítják 100%-osan az endometriózis nem létét vagy létét, azt mondta a hogy ezt, hogy nem kell aggódnom. De lehet, hogy sajnos majd még vár rám egy ilyen vizsgálat, főleg, hogyha mondjuk hosszú távon a lívia sem segít sokáig. Egyébként most jutott eszembe, hogy lehet, hogy azért nem működik már most, mármint, hogy működik, csak kevésbé hatékonyan. Lehet, hogy azért kevésbé hatékony, mert már le kéne cserélnem ezeket a kis tappancsokat. Na, majd meglátjuk. A továbbiakban mindenképpen update-ellek majd titeket Instagramon ezzel kapcsolatban. Továbbra is azt mondom, hogy próbálja ki az, akinek nagy fájdalmai vannak, mert igaz, hogy drága, de inkább próbálja ki, mint hogy tovább szenvedjen, mert jókat olvastam róla egyébként, és alapvetően nekem is bevált, csak nem mindig 100%-os, inkább csak ilyen 85%-os néha. De annyira erősek a fájdalmaim, hogy azzal már bőven el vagyok. Köszönöm szépen a Laktacinnak, hogy támogatták ezt a videót, és hogy bemutatták nekem azokat a termékeiket is, amiket eddig nem ismertem, illetve hogy küldtek abból is, amiket ismertem és szerettem, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!